Köszöntjük a videóblog nézőit a Sátoraljaújhelyi Várhegyről. Egy újabb munkahét kezdődött meg, és újabb eredményekről tudunk beszámolni az előző bejelentkezéshez képest. A déli várrészen, a nyugat-keleti irányú palotaszány keleti végénél nyitottunk egy nagyobb szondát, erről a múlt héten már szóltam, ez a 2021/9-es kutatási terület nevet kapta a keresztségben, ez egy nagy 6x7 méteres szelvény valójában, amiben több falnak a maradványát is megtaláltuk, van egy északdél irányú fal, és ehhez csatlakozik, most még pontosan a viszonyukat nem tudtuk tisztázni, egy keskenyebb osztófal, és ez az osztófal vélhetően a plató peremét lezáró keleti külső várfalig fut. Most ezeknek a falaknak a mentén zajlik a szintsüllyesztés, a rétegbontás, van egy terület, ahol elég sok leletet találtunk, kőágyú golyót, kerámia tárgyaknak, edényeknek a töredékeit és különféle vastárgyakat, úgyhogy ez egy izgalmas szonda. Egyrészt a falak miatt, másrészt pedig a rétegek és a leletanyag miatt is. Az előbb említett szelvénytől északra egy kisebb kutatási területünk van, ez a 2021/8-as számú kutatási terület, ahol a korábbi hetekben már bemutattuk az itt feltárt falakat, a keleti várfalnak a belső síkját, illetve a falmagnak egy részletét tártuk fel, most pedig egy keleti irányú rábontással, bővítéssel, ami a humuszos omladéknak az eltávolításával járt együtt. Ennek a várfalnak a teljes szélességét sikerült feltárni, ahol állunk, az még nem az eredeti külső terepszint, itt még omladékréteg van, tovább kell bontanunk, de maga a várfal, ahogy mögöttem is látható, többé-kevésbé jó állapotban, tehát a korábbi szakaszokhoz képest némiképp talán jobb állapotba előkerült, úgyhogy ez mindenképpen kecsegtető, reméljük, hogy a környező szakaszai is hasonló módon kerülnek majd feltárásra. Folytatódott a keleti várfal falazása, amiről az előző hetekben már szót ejtettünk, most már a feltárt falszakasznak a déli zónájában történik a falmagasítás. Itt jobban lepusztult ez a falszakasz, úgyhogy a belső síkot és a külső síkot is magasabbra kell emelni, hogy a belső terepszinthez képest még azért egy mellvéd kialakulhasson, és némiképp szélesebb itt a fal, mint a korábbi szakaszain, és egy picit belassult a falazás, de azért látható, hogy mégiscsak jó ütemben megy, és hát ugye az elmúlt napok folyamatos munkáinak köszönhetően azért nagyon sok köbméternek a megrakása megtörtént, és hát nagyon jó színvonalon továbbra is megfelelően halad ez az állagvédelmi munka, ami nagyon örömteli. A turisztikai fejlesztés kapcsán is zajlanak munkálatok a Várhegyen, a régészeti ásatás mellett is. A mögöttem látható sziklárok fölött egy fahíd rekonstrukció készül majd el. Ez is szerepelt a látványterveken, amit a tavalyi évben publikáltunk. Ennek a fahídnak a tengelyének a kitűzése, illetve két pontalapnak a kialakítása zajlik ezekben a napokban. Ugye beton pontalapok lesznek, minimális méretű beton pontalapok, amik ráadásul nem lesznek majd látszó betonok, és erre egy fa híd szerkezet kerül majd föl. Talán a jövő héten már elkezdődhet ennek a szerkezetépítése. Ez a híd fontos része lesz a Várhegyen lévő közlekedésnek, tehát a turisták is természetesen használhatják majd ezt a hidat a jövőben. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottak, várjuk Önöket jövő héten is, és köszönjük, hogy ilyen sokan feliratkoztak a YouTube csatornánkra, erre buzdítjuk Önöket a következőkben is. Hiányzik az alja, és még